A porcelán a kerámiaipar legnemesebb anyaga. A kínai Hontan tartományban találták föl a Tang dinasztia idején, majd igazán népszerűvé a 14. századtól a császári porcelán készítő manufaktúrák tették. Az első kínai porcelángyárakat a középkori keresztes lovagok hozták el Európába, ahol azokat szépségük és különlegességük hamarosan rendkívül népszerűvé tett. Magyarországon a porcelán gyártása viszonylag későn, csak a 19. században indult meg. Az első porcelángyárat 1827-ben alapították. A legjelentősebb magyar porcelángyár a Herendi, amit 1826-ban alapított Stingl Vince. Azóta a Herendi porcelán az egész világot bejárta, és olyan magas minőség képviselője, mely abszolút luxus szintjét tette. A gyár most a Wosinski Mór megyei múzeum meghívásának elegettéve hozta el a kollekciójának néhány darabját. Gyakran teszik fel a kérdést, hogy mi a Herendi porcelán sikerének a titka, és mi mindig elmondjuk, hogy erre nem lehet egyetlen mondattal, egyetlen szóval válaszolni. Sok-sok tényező együttes hatása kellett és kell ma is ahhoz, hogy a Herendi porcelán a világ minden pontján ismert és elismert márka legyen. Ha mégis számba veszük ezeket a sikertényezőket, akkor úgy gondolom, hogy mindenképpen kellettek a világkiállítási sikerek. Kezdődött ez a 19. században, az első legjelentősebb az 1851-es londoni világkiállítás volt, ahol is Viktória királynak annyira megtetszett a Herendi, hogy egy egész készletet rendelt a Windsori kastélya számára. És a világkiállítások sora folytatódott Bécsben, Párizsban, Szentpéterváron, és folytatódik mind a mai napig, hiszen évente több tucat kulturális kiállítást rendezünk. Csak hogy a közelmúltból említsek néhányat, nagyon örülünk annak, hogy bemutatkozhattunk Szentpéterváron, Cászkoje Szelóban, a cárok egykori nyári rezidenciáján, moszkvai Kremben, aminek rangját és méltóságát mutatja, hogy soha egyetlen más magyar márkának kiállítóként még nem sikerült a Krem falai közébe kerülnie. De ugyanígy említhetném japánbeli kiállításunkat, ami a tavalyi esztendőben Tokióban fejeződött be, egy 2 éves kiállítás sorozatot követően. Erre mondják, hogyha egy üzletbe indul. Simon Attila azt mondja, valóban szükség volt ahhoz, hogy a Herendi világsikert érjen el az, hogy az angol királyi ház megrendelők sorába lépjen, mert ez nyitott meg olyan kapukat, melyeken egyébként szinte lehetetlen lett volna belépni. A Herendi manufaktúra 2001 óta a magyar örökség része. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 2006-ban egy New Yorki felmérés szerint, a Luxury Institute felmérése szerint Herend volt a legismertebb porcelánmárka az amerikai piacon. Aztán nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Herend 2011 óta a Francia Luxusipari Szövetség, a Comité Colbert tagja, amelyben csak francia és más rendkívül fontos multinacionális márkák jelennek meg. Herend az egyetlen porcelán gyártó manufaktúra, amely Közép-Kelet-Európában ennek a Comité Colbertnek a tagja lehet, és Magyarországon nincs más cég, amely a Comité Colbert Luxusipari Szövetségnek a tagja lehetne. Miközben a divat folyamatosan változik, vannak dolgok, melyek mindig az exkluzivitást és a magas minőséget képviselik, függetlenül attól, hogy a fogyasztó ezt értékesnek vagy urambocságítsesnek tartaná. Így van ez a porcelánnal is, mert hát egy Herendi állatfigura mondjuk egy csipketerítőn a tévé tetején biztosan más-más hatást vált ki a befogadóból. Ha a porcelán készítése kerül szóba, mindenkinek eszébe jut az a bizonyos titkos összetevő, melyet minden manufaktúrában 7 pecsét alatt őriznek. Így van ez Herend esetében is. A Herendi gyárban 16 ezer fehér formával, 4 ezer festett mintával és figyelem, nem tévedés, 64 millió különböző termékkel rendelkeznek. Aki szereti a porcelánt, ebből biztosan tud olyat választani, mely vitrínjének dísze lehet. A tradíció mellett az innovációnak is meg kell jelennie. Herend abban különbözik más manufaktúráktól, hogy nem a múltját akarja apró pénzre váltani, hanem folyamatosan keresi az újat, keresi a jövőt. A termékfejlesztésünkben kérdésére válaszolva meghatározó a stílusteremtő munka, arra próbálunk törekedni, hogy ne mi kövessünk másokat, hanem mások kövessenek bennünket. És ebből az is következik, hogy Herendi manufaktúra a maga műalkotásaival ma már a világ porcelán
saját ízlésvilágát tudja és akarja is formálni, alakítani. Minden esztendőben elkészítjük azokat a trendeket, amelyeket abban az esztendőben követni akarunk, és napjainkban például az aranyat egyre gyakrabban a platina váltja fel, amely a mai kor ízlésvilágának nagyon megfelelő, nagyon ízléses. Miközben Helenda divatot akarja diktálni a nippek és étkészletek tálak világában, próbálja megérteni a jelenkor ízlésvilágát is. A világhír építése mellett Helenden tradíció az a kulturális misszió is, mely abból áll, hogy minél szélesebb körben mutassák be a határon belül is ezt a kulturális értéket, melyet Helend jelent. Így került sor a szexádi bemutatkozásra is.